Semes Bogya Eszter a Magyar Kultúra Lovagja faszobrász dalénekes műsorával vette kezdetét az a kötet bemutató, amelyben az olvasók Pémaklár Éva moderálásával ismerhették meg Orosz Margit, Német László Díjas költő Hegyek alján című kötetét. Nagyon gazdag a kötet, nagyon sok témát ölel át, a hazaszeretettől, a család, a táj, a hit, a költészet, minden fontos ebben a kötetben, és mégis valami összetartja a különálló témákat. A csönd, de ez a csönd kiváltja a lélekből és a szívből a szeretetet, és ez a szeretet bármilyen témáról ír Margó, ez a szeretet végigvonul a könyve egészén. Az idei évben megjelent verses kötetben Orosz Margit van lakóhelye hazája iránti hűségéről, erkölcsről, szeretetről és a család erejéről. Írásai titkokat rejtenek, de kiolvasható belőlük a nemzet, anyanyelvünk sorsán, a hektikus világunk ellentmondásainak gódó ember, az anya, a pedagógus, a társ vallomásai, és az idők szavát is megérthetjük, ha a sorok között olvasunk. Már a cím szerintem beszédes, az alliteráció Hegyek hajlatán, ezt a címet illesztettem eléje, mert ott élek, a hegyek hajlatán, ez az én életterem, és az ott tapasztalt érzések, gondolatok, nyilván a saját szűrőmön megszűrve megjelennek a kötetben, különösképpen a sors versekben. A Miskolcon született költő, akit a Bánvölgye poétájának is neveznek, arszpoétikája bizonyosan elkíséri az olvasót. Nem az a fontos, hogy széles országúton poroszkálva járjunk, fontosabb az, hogy magunk után egy-két lábnyomot hagyjunk.